Éppen egy hónapja tart a Hamász és Izrael közötti konfliktus, a közel-keleti háború pedig a nyugati országokban élő muszlim közösségeket sem hagyta hidegen. Somkuti Bálint biztonságpolitikai elemzővel arról beszélgettünk, hogy vajon van-e félnivalója a nyugati embernek az iszlámtól és a szent háborújuktól, a dzsihádtól. Az Izrael és Hamász közötti fegyveres konfliktus egy hónapja alatt a helyi feszültség globálissá szélesedett, és világszerte tüntetésekben, merényletekben és szélsőséges akciókban gyűrűzött tovább. A radikális iszlamista terrorszervezet palesztin területekért folytatott harca a migrációval terhelt nyugati országokban ideológiai hadviselésként is lecsapódik. Az iszlám dzsihád kifejezést pedig az utóbbi évtizedben az is megtanulta, aki nem akarta. De vajon mit is jelent pontosan? Nagyon régi fogalom, maga Mohamed alkalmazta, amikor egy küzdelemből, egy harcból visszaérve megfogalmazta, hogy a dzsihád az alapvetően két részből áll, ez egy szent harc, egy szent küzdelme a muszlimoknak, de amikor a tényleges küzdelem az ottani hitetlenek egyébként a bálványimádó arab törzsek ellen véget ért, akkor azt mondta, hogy ez volt a kis dzsihád, ugye a fizikai küzdelem, a könnyebbik küzdelem, a nagy dzsihád az ember lelkébe belül zajlik. Az utóbbi időszakban azonban a dzsihád egyre inkább egy mindenki más ellen folytatott, tehát a más vallásúak és más gondolkodásúak ellen folytatott szent háború szinonimájává kezdett válni, amiben mindenfajta küzdelem megengedett. Ugye nagyon érdekes, hogy, és erről is keveset beszélünk, hogy a Korán egyértelműen meghatározza a háború szabályait, ebben például az ártatlanok, a nők és a gyerekek ellen tilos háborút viselni, mégis mint a terrorizmus vagy a radikális mozgalmak esetében látjuk, ezt a szabályt sem tartják be. Tehát igazából minden egyes imám, ugye a muszlim hagyomány rendkívül decentralizált, minden egyes imám vagy vallási vezető a saját szája íze szerint értelmezi ezeket a dolgokat, és ebből bármi levezethető. Az iszlámban tehát nincs olyan, hogy központi hatalom, mint például a katolikusoknál a római pápa. Ahány mecset, annyiféleképpen magyarázhatják meg például a dzsihádot is, amelyben eredetileg szó sem lehet például öngyilkos merényletről. Az öngyilkosságot tiltja az iszlám, de a szent háború közben elkövetett öngyilkos merényletet logikai le lehet vezetni, de ugyan le lehet vezetni ennek a tiltását is. Tehát mivel nincs egy egységes dogmatika az iszlámban, onnantól kezdve az alapvető problémát az jelenti, hogy az adott imám bármikor tud egy olyan vallási magyarázatot kreálni, amiben ez a folyamat ez igazolható. A mérsékelt muszlimok sok esetben próbálnak fellépni a szélsőséges értelmezésekkel szemben, de a radikális iszlamisták szándékosan fogalmaznak meg olyan nézeteket, amelyekkel alapvetően a mérsékeltek is egyetértenek. Az olyan a fő problémát igazából, hogy az iszlámban nem születhetünk meg az a fajta reformáció, az a fajta felvilágosodás, amely a vakhitet elválasztja a tudattól. Tehát az európai civilizációban is csak a felvilágosodás során jelent meg az, hogy az értelmünket használnunk kell a vallási hitételekkel ellenkező gondolatokra is, például a föld kering a nap körül, vagy stb. Tehát ez a fajta, mondjuk ki, felvilágosodás az iszlámban még nem történt meg. Amíg ez nem történt meg, addig ezek a folyamatok sajnos elkerülhetetlenek. A folyamatok ezidáig erőszakos irányba mutatnak, aminek megfékezésére egyelőre nincs recept. Amíg az Európába érkező migránsoknak a jelentős része muszlim vallású, nem szembesülnek azzal, hogy itt a viselkedési szabályok teljesen mások, mint amik otthon megszoktak, az Európai Unió államai nem követelik meg, hogy elsősorban az európai szabályokat tartsák be, és ne a sajátjaikat, addig ebből a problémából nem nagyon látok kivezető utat. Az európai nemzetek többsége egyelőre úgy tűnik, nem tud mit kezdeni a beáramló radikális iszlamistákkal.